Fölényesen megnyerte Korodi Attila a csíkszeredai RMDSZ-es polgármester jelölt kiválasztására rendezett előválasztást a jelenlegi városvezetővel, Rádúj Róbert Kálmánnal szemben. A parlamenti képviselő a voksok közel 74%-át szerezte meg. Az, hogy nyerek, ez nyilvánvaló, tehát én olyan kétharmad, 70-30 és kétharmad közé teszem ezt az eredményt. Ezt Mérlegen című magazinműsorunkban mondta Rádúj Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere a szombati előválasztás előtt. A forgatókönyv azonban éppen ellenkezőleg alakult. A szombati előválasztáson mintegy 8500 személy szavazott. Korodi Attilára több mint 6200-an voksoltak, ami 74%-os támogatottságot jelent. Az eredményváron a szövetség jelenlegi parlamenti képviselője elmondta, az előválasztás üzenete egyértelmű, a csíkiak nyitott, fejlődő városra szavaztak. Köszönöm szépen azt, hogy újra lehetőségre nyílik arra, hogyha a júniusi választásokat is erővel megnyerjük, hogy a megyei önkormányzattal együtt ténylegesen a megyeszékhelyet tudjuk fejleszteni. Hogy ez a megyeszékhely nem csak az utakról, hanem gazdaságról szól, munkahelyekről, a kórházfejlesztésről, vagyis mindenről, amiről szól. Győzelme azt jelenti, hogy Korodi Attila lesz az RMDSZ jelöltje a júniusi helyhatósági választásokon Csíkszereda a polgármesteri tisztségére. Azt, hogy mit kezd ezek után a politikai pályafutásával, Rádúj Róbert Kálmán a Mérlegen magazin műsorban tett nyilatkozatával vetíthetjük előre. Hogyha nem én szerzem meg a szavazatok többségét szombaton, akkor nem fogok én egyéb kiskapukat keresni, és más megbízatást keresni, tehát nem megyek se parlamenti képviselőnek, se szenátornak, se egyéb tisztséget nem kívánok vállalni a közeljövőben. Ugyancsak előrevetíthető, hogy Korodi Attila jó eséllyel pályázik a polgármesteri tisztségre a helyhatósági választásokon, hiszen a román pártok támogatottsága alacsony Csíkszeredában, és valószínűtlen, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség talál olyan jelöltet, aki le tudná győzni az RMDSZ-es politikust.